Jó napot, táborlakók! Már jól megy a tábor lakóinak a katonai köszönés. Mintegy 80 fiatal vesz részt Zánkán az ifjúsági honvédelmi táborban. Sebestyén Bianca is jól érzi itt magát, azt reméli, tartalmas élményekkel és sok új baráttal tér majd haza. És azért jelentkeztem, mert szeretnék egy kicsit több emberrel megismerkedni, meg egy kis fegyelmet is tanulni, és nagyon jól érzem magamat benne. A táborban a gyerekek élményszerűen tanulnak hadtörténelmi és honvédelmi ismereteket, részt vesznek gyakorlati katonai feladatokban, sportolnak és különféle kulturális programokat is szerveztek számukra. A tábor ideje alatt hadtörténészek tartanak előadásokat, hivatásos katonák számolnak be missziós élményeikről, illetve várható a programban éjszakai túra és járőrverseny is. A szervezőknek régi álma volt ez a tábor, és nagyon örülnek, hogy idén sikerült megvalósítani. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete több mint másfél évtizede dédelgeti azt az álmát, hogy az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésért sok mindent tesz. Ennek érdekében nagyon sok programunk volt már Székesfehérváron, voltak országos rendezvényeink, de úgy gondoljuk, hogy egy honvédelmi nevelésnek a csúcspontja egy nyári tábor. A tábort Cserpalkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester is meglátogatta. Nem érkeztek üres kézzel, sportszereket hoztak a gyerekeknek. Használjátok nagyon jó egészséggel. Mint a Székesfehérvár polgármestere mondja, a hazát védeni és ápolni minden polgárnak kötelessége, a felelősség pedig akkor alakul ki leginkább, ha erre már gyermekkorban nagy hangsúlyt fektetnek. És azt gondolom, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Körnek pont az az egyik fő feladata, hogy ezt az ismeretanyagot, ezt a tájékoztatást megadja, és az érdeklődő fiatalok számára a lehetőséget is biztosítsa, hogy az információk átadásával ők mégiscsak eligazodjanak ezen a területen, és adott esetben később éppen úgy döntsenek, hogy ezen a területen szeretnének tovább tanulni, vagy éppen szeretnének majd dolgozni. A táborban 10 és 16 év közötti gyerekek vesznek részt, nagy részük Székesfehérvárról érkezett, de vannak köztük egriek, budapestiek, sőt felvidéki magyarok is.